oceánu, mimicrájem, oceánu, dájenu. Dájenu, 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 dájenu. Natalano, Natalano, et hatora, Natalano, et hatora, dayenu. Dayenu, 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 dayenu. Erda maise siz geshein, za eba maitatun, za cigalegi vein, erda maise matun. Es ist nicht voll, hab das Ziegelei im Heul. Hat grad du, hat grad du, hat grad du. Ich geh den Kumpfigler, so wie grad mit dem Ziegelei. Hat grad du, hat grad du, hat grad du. Kiloi du, kiloi du, kiloi du, kiloi du. Idén 25 éves a Szabad Song Klezmer Band, aminek a megünneplésére több koncerttel is készültek a nyáron. Masa Tamás van a vonalban az együttes vezetője. Szia Tamás, köszöntelek itt a rádióban. Szervusz, sok szeretettel köszöntelek téged és a kedves hallgatókat is. Gratulálunk a 25 éves évfordulóhoz. Ez nem kis köszönöm. Szám egy emberi életben sem, nemhogy egy zenekar életében. Hogyan készültök megünnepelni ezt az évfordulót a koncerteken kívül akár? Hát ugye tulajdonképpen már ebben az évben, az év elején már volt, mondjam most már hagyománnyá vált, körülbelül 10 éve, minden évben általában az Uránia Filmszínházban kezdjük egy újévi koncerttel, és tulajdonképpen már ott elkezdtük úgymond ennek a hát ez olyan ünneplés, hogy mégiscsak ilyenkor azért egy negyed század alatt számot tölt a zenekar, hogy mik történtek, hogy indultunk el, és ezért, hogyha megengeded, akkor nagyon röviden megpróbálom elmondani, hogy egyáltalán hogy indult el ez a zenekar 25 évvel ezelőtt, és hogy jutottunk idáig. Én nem akartam egy újabb klezmer zenekart alapítani, tehát ez az első, amit mondani szeretnék, hanem egyszerűen érdekelt, hogy szól a Szentírás eredetiben, és ezért elmentem egy héber nyelvtanfolyamra, és volt egy kedves barátom, Suriel Péter, aki épp Raj Tamás rabbi sofőrje volt, és aztán ő mondta, hogy a Nagyfogaros utcai zsinagógában hirdettek egy héber nyelvtanfolyamot, és hát elmentünk oda Péterrel, és egy pár hetet jártunk oda, megtanultuk a betűket, és jött egy úgymond évzáró dolog, amikor is ajándékképpen mi is, hogy befogadtak, és hogy ott tanulhattunk, egy-két dalt elénekeltünk. Egy-két izraeli dalt. Ugye előtte én többször jártam már Izraelbe, nagyon sokat hallgattam a Fegyájékat, ugye a Budapest Klezmer Bandet, nagyon szerettem ezt a muzsikát, de hát mondom, nem gondoltam arra, hogy ilyen, hogy újabb együttest alakítok, és a lényeg az, hogy ott elénekeltük ezt a pár dalt, Péter ezt levideózta, és előbb említettem, Raj Tamás főrabbinak volt akkor a sofőrje, és a mai fiatalok talán, ugye te sem emlékszel már arra, hogy voltak ilyen úgynevezett audiokazetták, és még ez volt ugye az autóban, és akkor betette, szállította a főrabit, és betette ezt a kis felvételt, ami még zeneileg nem azt mutatta, mint hogyha ma esetleg valaki meghallgat egy Szabad Song CD-t, vagy egy felvételt megnéz, hisz akkor én énekelgettem, egy zongoraszó volt alatta, de mégis a főrabbi úr erre azt mondta, hogy Péter, mutasson be a barátainak, szeretnék egy lemezt kiadni, mert éppen nyertem egy pályázaton egy bizonyos összeget, és mutasson be, el szeretnék menni egy próbájukra. Hát jó, Péter szólt nekem, hát mondom, milyen próbán, nincs is zenekar, nincs is neve a zenekarnak, hát mi csak éppen összeálltunk erre a Bencével, a barátommal, hogy ott eljátszunk egy-két dalt köszönetképpen. De a lényeg az, hogy akkor szóltam több ismerősömnek, és aztán a későbbi feleségemnek, Anitának, ugye, aki az együttes énekese, hogy
A főrabbi úr adott egy lemezajánlatot egy nem létező zenekarnak tulajdonképpen, de hát ma már ez számomra is, most is, ahogy beszélek róla, egy csodának számít, mert hát mondom, nem volt semmi reális alapja. És a lényeg az, hogy eljött a próbára, és egyszer csak belecsöppentünk, meghívott az akkor induló zsidó nyári fesztivál, most már zsidó kulturális fesztivál, ami egyébként nagyon érdekes, éppen ebben az évben 25 éves, tehát az is 98-ban indult a zsidó kulturális fesztivál, és volt a Herzl téren, a Dohány utcai zsinagóga előtt, akkor egy fesztiválhoz tartozó könyv vásár, és annak volt egy kis színpada, és ott megismerkedtünk Mezei Andrással, Benedek István Gábor íróval, akiknek a épp megjelenő könyve mellé egy kis zenei szolgáltatást adtunk. És egyszer csak elkezdtek meghívni antiszemitizmus elleni rendezvényekre, elkezdtek meghívni minket esküvőkre, és benne voltunk. És ennek most már 25 éve. Hát gratulálunk. Több helyen lehet olvasni, hogy a koncertetek után a nézők valahogy más szemmel tekintenek a világra, és nagy örömmel mennek haza azáltal, amit megtapasztalnak a zenétek által, ami egy pluszt ad hozzá az életükhöz, és hogy egy ilyen örömzenének is szokták hívni a ti előadásaitokat, és hogyha jól olvastam a honlapotokon, akkor Dajcs László főrabbi úr mondott nektek valami proféciát az Ézsaiás könyvéből, hogy vigasztaljátok a népemet. És ezzel kapcsolatban szerettem volna kérdezni, hogy akkor a zenekarnak van is egy ilyen küldetése? Hát abszolút, mivel mondom, pontosan igen, ezt kihagytam az előbbi történetből, és valóban köszönöm, hogy megemlíted Dajcs László főrabbi nevét is, mert amikor én elmentem erre a tanfolyamra, ahol tulajdonképpen készült az a felvétel, amit aztán Rajh Tamás hallott, akkor a Nagyfóvaros utcában már Dajcs László volt a rabbi, és amikor mondom, a tanfolyam végén úgymond köszönetképpen elénekeltük ezt a pár dalt, akkor ő ezt a Jesája, vagy Ézsaiás proféta 40. részének első, második versét idézte nekünk, vagy hát mondta, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok az én népemet. És tulajdonképpen ezt ragadtam meg én már akkor, és az együttesnek tulajdonképpen az egész 25 éve többek között erről is szól. Ugye az is a szlogenünk, hogy több, mint klezmer, ami jelenti a zenei stílusoknak a sok színűségét, ami a klezmer műfajon belül megjelenik. Tehát nem csak a közép-kelet-európai zsidó hangszeres népzenét játszuk, hanem pontosan visszatérve az eredethez, Dávid király zsoltáraiban jelenik meg először ez a két szó, hogy zemer, ugye, ami dalt jelent, és a kli, az pedig zenélő hangszereket tulajdonképpen is ebből a szó összetételből keletkezett, aztán sokkal később a maga klezmer szó, és mondom, általában a klezmer zenekarok, ők 70-80%-ban inkább instrumentális zenéket játszanak, tehát amiben nincs ének. Mi viszont, mivel ugye Anitával, a feleségemmel együtt énekesek vagyunk, így nálunk 70-80%-ban inkább énekelt dalok vannak, és a héber és jiddis dalok, és röviden a kedves hallgatóknak, akik esetleg nem tudják, hogy mi a között a különbség. Tehát a lényegesebb az, hogy a héber dalok inkább zsoltár részletek, proféciák, amiket megénekelünk. A jiddis dalok pedig ugye ez az 1700-as évek végén keletkezett a Rajna mentén, ez a nyelv, az ottani zsidó közösségek beszélték, és ez 70-80%-ban német, egy német nyelvjárás, így lehetne mondani, ami héber szavakkal van vegyítve, és tulajdonképpen azok a dalok inkább a hétköznapi életről szólnak. Ugye a rabbi tanítja a gyerekeket az Alefbészre, az ABC-re, vagy Joske éppen házasodni készül. Ezekről szólnak ezek a jiddis dalok, és tulajdonképpen az évek során elsősorban héber dalokkal, proféciákkal léptünk a nagyközönség elé, és
Aztán később szintén Rajta Másnak a buzdítására elindult a jiddis színházi változatunk is, tehát olyan értelemben meghívtak egy színházba, Józsefvárosi Színházba, ahol már egy kis történetet is kellett játszanunk a dalok között összekötő szövegként, eljátszottunk egy-egy jelenetet. És aztán most nagyon gyors léptekkel haladok, ezt látta egy Kála István nevezetű nagyon híres dramaturg, aki tulajdonképpen a Budapest Klezmerbennek a Mennyasszony táncot is írta. Nekünk pedig adott egy ötletet 2004 tájékán, hogy elmesélt egy olyan dolgot, hogy annak idején az Operett Színházban, a vészkorszakban, 44-ben Fényes Szabolcs volt az igazgató, aki nagyon-nagyon sokakat bújtatott, zsidó szerzőket és zsidó színészeket bújtatott a Raktárszínházban, az Operett Színház Raktárszínházában, és tulajdonképpen, hogy ezek a emberek ne essenek egymásnak a félelemtől, hogy mikor tör rájuk éppen a nyilas csürhe. Ezért ők elkezdtek játszani, és elkezdték magukat úgymond szórakoztatni, ha szabad ezt mondani, és Hacsek és Sajó jeleneteket és más jeleneteket adtak elő tulajdonképpen ott önmaguk között. És ebből jött nekünk egy ötletünk. Közben megkeresett engem Rostás Csabi, aki egy nagyszerű roma zenész, és találkoztunk egy koncerten, és neki pedig volt ötlete, hogy az Eszter könyvéből egy ilyen zenés-táncos darabot írjunk, és tulajdonképpen így megszületett Pista Mácsi ötletéből Csabiéknak a buzdítására, megszületett a Láthatatlan kész című klezmer musicalünk, ez 2006-ban lett bemutatva, amit aztán nagyon sok, úgymond ilyen zenés-történelmi játék követett, többek között a Spinoza Színházban, játékszínben csináltunk darabokat, Jávor Párról, Karádi Katalinról, Kabos Gyuláról, Fényes Szabolcsról. Úgyhogy tulajdonképpen az egyik dolog adta a másikat, és 2009-ben pedig meghívtak egy Szenes Hannáról szóló rendezvényre. Budaörsön volt egy ugrás, ahol 5 izraeli ejtőernyős és 5 magyar ejtőernyős ugrott Szenes Hanna emlékére. Ugye Szenes Hanna, most a műsor rövidsége miatt nem térek ki rá, de gondolom a hallgatók közül sokan hallottak már az ő nevéről. Ugye őt 23 évesen, 44-ben meggyilkolták, de nagyon sok szép verset írt, és nagyon izgalmas az ő élettörténete és az ő elhívása. És az ő életét is feldolgoztuk, Anita, a feleségem, az ő leveleiből, naplójából, édesanyja visszaemlékezéséből létrehozott egy kis darabot, amit 2016 óta játszunk. Illetve Szentkirályi György, a Savatszon gitárosa és egyik zeneszerzője megzenésítette Szenes Hanna verseit. És ha már itt tartok, akkor hagyd mutassam be a zenekar többi tagját is, tulajdonképpen Szenes Hannát, az együttes hegedűse Bódi Mónika alakítja ebben a történetben, és a zenészek ott vannak természetesen a színpadon, ezeknél a zenés játékoknál, és amikor ugye a zenére kerül sor, akkor ők kapnak nagyobb hangsúlyt. Szabó Bálint a kiváló klarinétos, vagy Csányi Sándor, harmonikás, zongorista barátom, akkor Andrasic Szabolcs, ugye a dobokon, Langer Zoltán, Nagybőgő, nehogy kifenejtsek valakit, a Rostás Csabit már említettem, ő darbukán és gitáron működik közre, úgyhogy hát remélem nem hagytam ki senkit, Kovács László, bocsánat, szaxofonon játszik a zenekarban, úgyhogy most már, hogy 10-11 fős a Savatszon Klezmerbent, többször jártunk Izraelbe is, úgyis, mint Szabadszon, 2017-ben kaptunk meghívást a jeruzsálemi, illetve a Tel Avivi Magyar Napokra. Ott 3 napon keresztül volt egy 2-3 órás koncertünk minden nap. És kétszer is voltunk a 100 tagú cigányzenekarral Izraelbe. Beke Farkas Nándor
barátom meghívására 2019-ben voltunk először kint a Szabadszong szólistáival, illetve tavaly novemberben újra járhattunk Izraelbe, többek között a Tel Avivi Operaház színpadán játszhattunk, illetve Jeruzsálemben énekelhette el Anita az Arany Jeruzsálem című dalt, ami számunkra is nagyon nagy élmény volt. Mik a jövőbeli terveitek? Hát sok mindent tervezünk, de most egyelőre úgymond lezárva ezt a 25 évet, és rögtön egy újat is kezdve, ugye a szeptember 7-ére készülünk, szeptember 7-én a Dohány utcai nagy zsinagógában, ami egyébként Európának a legnagyobb zsinagógája, és a világon a második legnagyobb zsinagóga, neológ zsinagógáról van szó. És ugye az előbb említettem, milyen érdekes ugye, hogy ez a 98-as év, nem csak mi indultunk el ugye a Szabadszong Klezmerbent, hanem a zsidó nyári fesztivál is akkor indult el, és most 25 éves a fesztivál is. De egyébként a hetek is úgy tudom, hogy 25 éves épp ebben az évben. Vagy talán épp a gyülekezet is, a gyülekezete is 98-től ugye 25 éve van ebben az új csarnokba, ebbe a gyönyörű hitparkba, ami szintén folyamatosan épül és szépül. És mi is 25 éve indultunk, és hát a fesztiválon szinte minden eddigi évben is kaptunk meghívásokat, a Dohány utcában is többször játszottunk az elmúlt évtizedek alatt, de most már egy jó pár éve így a fesztiválokon inkább a kisebb zsinagógákba kaptunk felkérést, de most indul szeptember elején az idei zsidó kulturális fesztivál, és 7-én csütörtök este 8 órától a Dohány utcai nagy zsinagógában lesz negyedszázada több mint Klezmer címmel a Szabadszong Klezmerbend és sztár vendégei koncertje. És hogyha belefér még az, hogy felsorolhatom, hogy kiket hívtunk meg az idei természetesen fesztiválra, akkor már előbb természetesen említettem Beke Farkas Nándort, Lisztes Jenővel is most már évek óta együtt munkálkodunk, ő is a Száztagú Cigányzenekarnak, és a fesztivál zenekarnak, és nagyon sokféle formációnak, a cimbalmos, egy világhírű cimbalmosról van szó, aki például nem olyan rég az Európa Parlamentben egy száz cimbalommal, aztán egy klarinétossal ő adhatott műsort, de amikor itthon van, akkor megtisztel minket nagyobb koncertjeinken, ő is velünk lesz, de velünk lesz Sümegi Eszter. Sümegi Eszter, ő egy Kossuth díjas opera énekesnő, és Anitával, a feleségemmel fognak duetteket énekelni, úgy jídis dalokat, meg hát más meglepetés dalokat is. Ő is ott lesz, és velünk lesz Olá Gergő is. Gergővel is az elmúlt évek folyamán több koncertet adhattunk már. Mi is megtanultunk az ő repertoáriából egy-egy dalt, de Gergő is megtanult egy-két héber dalt, és ezt fogjuk most közösen, még tovább bővítve a hangszerelést, elénekelni a Dohány utcai nagy zsinagógában közösen. Velünk ezt Neumark Zoltán, kiváló zongoraművész, és a Kineret Kamarakórus Harmat Ágnes vezetésével. Igen, és most itt csugnak nekem, mert elárulom, hogy a háttérben itt van kedves feleségem Anita, hogy ki ne hagyjam Fekete Lászlót, a Dohány utcai zsinagóga főkántorát, aki már annak idején az esküvőnkön is énekelt, és például ő vele közösen hoztuk létre azt a műsort, hogy Dávid Király Zsoltárja klezmerbe öltöztetve, tehát ő is többször fellépett velünk, és az a megtiszteltetés ért újra minket, hogy az est házigazdájáként, a konferálójaként Hegedűsdé Gézát fogjuk látni újra. Gézával is fogunk közös dalokat énekelni, és hát ő fogja konferálni az egész estet. Hát nagyon izgalmas ez a sok program, és nagyon remélem, hogy én is valamelyikkel részt tudok venni. Természetesen téged is szeretettel várunk erre a koncertre, sőt meg is invitálunk, és ez a sok minden, amit felsoroltam, ez tulajdonképpen
egy koncerten lesz, tehát a Sabadszon Klezmer Bandnek a 10-11 fős társulata, hogy így mondjam, és ez a sok sztár vendég, akit felsoroltam, ez mind egy estébe sűrítve ad egy kis ízelítőt az elmúlt 25 évünkből, és még egy nagyon kedves barátomat meg kell, hogy említsem, akitől egy felajánlás érkezett, a Royal Diamond Cégszerház jóvoltából a kedves nézők között, akik megvásárolják szeptember 7-én a jegyeket, egy exkluzív drágaköveket tartalmazó karkötőt fogunk kisorsolni az est folyamán. És egy másik barátom pedig, egy fodrászüzlet tulajdonosa azt ajánlotta föl, hogy ezzel a jeggyel rendelkezők pedig nála is kapnak kedvezményeket. Úgyhogy most már nem is szeretném sorolni azt a sok minden, hogy mondjam, felhívást, ami miatt érdemes eljönni szeptember 7-én, de már önmagában is, magáért a zsinagógáért is, aki még nem volt a Dohány utcában, hogy lássa ezt a építészetének is nagyon remek helyet, és természetesen azok miatt, akik ott leszünk és megtöltjük, és hát reméljük, hogy együtt fogunk az örökkévalóval együtt örvendezni, és a kedves nézőkkel, akik ellátogatnak a Dohány utcai zsinagógába. Köszönöm a beszélgetést Mosa Tamásnak, akivel a Szabadszon Klezmer Band 25 éves évfordulója kapcsán beszélgettünk, Varga Dorottya voltam. Ahai buria Ata bronnoi no shoimbo